Már is folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Szerbusz, köszöntelek. Köszönjük szépen. Sose tudom, hogy ilyenkor neked tapsolnak, vagy nekem. Nekem. Máté, az egész első rész gyakorlatilag a pedofil ellenes törvényünkről, illetve az ennek kapcsán kialakult soron következő és aktuális és előre kiszámítható nyugati világból jövő felvilágosult és progresszív és hihetetlen európai támadásokról szólt. Ennek kapcsán hozakodnék elő azzal, te minap azt nyilatkoztad, hogy az egész vita egyetlen egy mondatról folyik, és ezt a, senki nem olvasta. Ezt a mondatot legalább senki se olvasta. Na, melyik ez a mondat? Ugye az a mondat, amit sokan most kifogásolnak, és váltig állítom, hogy sokan nem is olvasták el, ideértve egyébként legnagyobb sajnálatomra az Európai Bizottság vezetőit is, akiknek nem volt úgy látszik egy olyan munkatársuk, aki ezt hitelesen lefordítva eléjük tette volna, mert akkor nem alakult volna ki ez a vita, vagy legalábbis nem lennének alaptalan támadások Magyarországgal szemben. A mondat úgy hangzik, hogy tilos 18 éven aluliak számára, és tilos kiskorúak gyermekek számára olyan tartalmat, pornográf tartalmat közé tenni, vagy olyan tartalmat, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, vagy a homoszexualitást ábrázolja, vagy pedig a nemváltást népszerűsíti, vagy jeleníti meg. Tehát most lehet, hogy a sorrendet felcseréltem, de ez az inkrimináltam. Most ugye a mondat elejét azt a média értelmezésekben, a legelső mondattagot, azt a média értelmezésekben rendre elhagyják. Miközben maga a törvény kizárólag a gyermekekről szól. Az, hogy felnőttként ki hogy él, azt a törvény nem mondja meg. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc azt hazudja, mint ahogy a Facebook oldalán megtette, hogy a kormány megint bele akar szólni, hogy a felnőttek hogyan szeressék egymást, akkor ez a hazugságnak is már az a minősített és rendkívül pofátlan esete, amikor még azt sem feltételezi az olvasóiról vagy hallgatóiról, hogy elolvassák az eredeti szöveget. Ez egyébként, mint mondtam, részben alappal teszi, mert sokan nem olvassák el, de szerintem egy vita akkor lenne életszerű és komolyan vehető, és azért én a magam részéről nem is veszek komolyan olyan kritikákat, amelyekről ordít, legyenek ezek sajtóból, politikából érkező kritikák, amelyekről ordít, hogy fogalma nincs a kritikusnak, hogy mit is bírál. Mert nem árt, ha az ember bírál valamit, akkor tudja, hogy mi az. Én azon a, mint a törvény előterjesztője is, vagy olyan ember, aki benyújtottam a parlament elé ezt a joganyagot, a pedofil ellenes törvényt, én ragaszkodom ahhoz egyébként, nem csak két gyermek apjaként, hanem magyar állampolgárként, vagy Európai Uniós állampolgárként is, hogy engem szülőként előjogok illessenek meg a gyermekeim nevelésével kapcsolatban. Tehát én szeretném megmondani, hogy ha elérkeznek abba a korba, amikor az aktuálissá válik, most még nem járunk itt, 7 és 4 évesek, de ha elérkeznek majd abba a korba, amikor mondjuk a szexuális típusú felvilágosítás zajlik, akkor az az én tudtommal, az én általam jóváhagyott rendben és módon történhet meg. Nem a tudtom nélkül, és nem az általam nem elfogadható rendben és módon. Mert most a világ errefelé megy, hogy a szülők megkerülésével a gyermekeket olyan irányban és úgy tájékoztatják, amellyel egyébként a szülők nagy többsége nem ért egyet. És ez nem helyes dolog. Ezt a jogot a szülőktől elvenni a mi fölfogásunk szerint nem lehet. Két felvetésem is van a mondandót kapcsán. Az egyik, úgy fogalmaztál, hogy most még nem tartanak ott, nincsenek abban a korban, mert hogy 4 és 7 évesek, ki kell, hogy igazítsalak. Ma a felvilágosult, progresszív és európai világban drag queeneket hívnak meg az óvodába, hogy az ők, ezek a kifestett, leírhatatlan kinézetű nőnek maszkírozott férfiak olvassanak nyilván megfelelően átírt meséket a 4 éves, 5 éves gyerekeknek. Tehát nehogy azt gondold, hogy itt a 4 évessel mondtál valamit. Igen, láttam ilyen videókat.
Szerintem egy normális embernek felfordul a gyomra ezektől a tartalmaktól. Igen. És talán már mondtam korábban, de módon van itt is megismételni, aki egy 4-5 éves gyereknek bármilyen kontextusban a szexualitásról tart előadást, azt én önmagában pedofilnak tekintem. Nem való abba az életkorba. Aki erőlteti, most én nem tudom, minek öltöznek ezek, meg minek nem, meg legjobb lenne, nem is lenne muszáj megnézni ezeket, a felvételeket, de sajnos tele van velük az internet, de önmagában én aberrációnak gondolom, hogyha pici gyerekek közelébe, bármilyen kontextusban valaki így van. Viszi a szexualitást, és annak bármelyik alternatív formáját. Mert abban én azt gondoltam eddig, hogy nem csak Magyarországon, de mondjuk világszerte abban azért egyetértés van, hogy bizonyos kor alatt a szexuális vagy a pornográf tartalmaknak nincs helyük. És én úgy éltem eddig, hogy ez egy hogy mondjam, közmegegyezésen alapuló tény, hogy gyermekek számára ilyen tartalmakat nem teszünk elérhetővé, nem való az életkoruknak, az érettségüknek nem megfelelő tartalom, stb. De nincs ebben úgy látszik már közmegegyezés, hanem számolják fel ezeket a standardeket is, hiszen ezek a felvételek is ezt bizonyítják, és most már ott tartunk, hogy nemhogy van ilyen, létezik ilyen, hanem kifejezetten erőltetik, és aki ez ellen tiltakozik, azt megtámadják. Miközben egyébként talán fordítva kellene ennek a dolognak lennie, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a törvénnyel kapcsolatos állítások alapvetően hazugságokon alapulnak, nem szólnak a felnőttekről, a gyermekek védelméről szól a szülők jogairól, és fenntartják azt az eddig közmegállapodáson nyugvó tényt, hogy bizonyos életkor alatt nem kell, nem szükséges és nem is indokolt a gyermekek számára ilyen tartalmat, még akár abban a formában, amit említettél, sem közzéten. Így van. Még valamit hagy vessek fel, mert nagyon helyesen fogalmaztál úgy, hogy te, mint szülő szeretnéd azt az előjogodat megtartani, hogy ha majd ez időszerűvé válik, akkor a te tudtoddal, a te jóváhagyásoddal, uram, bocsák, közreműködésével történjék meg ez a bizonyos szexuális felvilágosítás. Én egy kicsit tovább mennék, itt nem valamiféle jámboróhajról van szó, hát ha jól tudom, az emberjogi karta kimondja azt, hogy a szülő elidegeníthetetlen joga, hogy a gyermekét a saját világnézetének, meggyőződésének, ilyen és olyan és amolyan felfogásának megfelelő módon nevelje, oktassa, világosítsa fel. Tehát ez nem egy jámborogó, ez egy létező törvénycikke, amit most megpróbálnak NGO-k meg egyéb kretének felülírni valami nem tudom minek a nevében, nem? Hát, de hadd egészítsem ki valamivel. Tehát ma Európa szerte felvilágosításnak hívják ugyan, de ez inkább egy nagyon erőszakos LBTQI, vagy attól függ LMBTQ propaganda. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy valóban ezt olyan NGO-k, egyébként tetszik, nem tetszik, a legtöbb ilyen soros finanszírozta NGO-hoz köthető, vagy maga is az. Ezek olyan NGO-k, vagy civil szervezetek, amelyek a szülők beleegyezését nem kérik az általuk oktatott, vagy képzésnek, vagy felvilágosításnak szánt anyaghoz. És mi ezt a jogot adjuk vissza a szülőknek ezzel, ami a kettős mércét illeti. Tehát az egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor mondjuk egy plakáton, vagy egy közterületi, bármilyen típusú reklám, vagy megjelenésen a liberális mainstream média talál mondjuk egy mesztelenkedő vagy szexualizáltan ábrázolt férfit és nőt, akkor a szexista, macsós és egyébként is nem való az a kiskorúak elé. De ha két férfit ábrázolnak így, az viszont érzékenyítés. Mm-hmm. És ez egy olyan fajta kettős mérce, hozzáteszem, egyik sem való bizonyos kor alatt a nyilvánosság elé, tehát gyermekek elé nem jó tárni ezeket a tartalmakat, de felfedezhető ugyanaz a kettős mérce, ami az élet annyi más területén is felfedezhető. Tehát ami számukra célpont, vagy támadásnak
van a célkeresztjében. Ott lehet szexistázni, letiltani. Egyébként volt Magyarországon is, ha visszaemlékeznek, egy olyan reklám, egy áruházláncnak a rekláma, ahol bikinis nők reklámozták a termékeket, és a reklámszövetség, aminek el is hoztam az akkori közleményét, azt mondta, hogy társadalmilag káros, és a termékcsoport népszerűsítése szempontjából pedig túlzott, szükségtelen és szakmailag nem indokolt a szexualitás ilyetén felhasználása. Bikinis nőkről beszél. Igen. Viszont ugyanez a szervezet nem kifogásolta, amikor két férfit jelenített meg egy másik típusú gyártó, sőt, ugyanez a reklámszövetség azt mondta akkor még a bikinis nőkről szóló reklámra, hogy az ilyenfajta kommunikáció káros, rossz hatással van a társadalom által elvárt nemi szerepekre. Mondta ezt akkor. Most viszont a törvényünk kapcsán azt mondja, hogy ellenzik a szabályozást, mert a sokszínű emberábrázolás, a tolerancia és az elfogadás hirdetése mindennél fontosabb. Ez ugyanaz a szervezet. Tehát ez lényegtelen egyébként, mert mindenféle szervezet mindenféléket mondott már, csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy nagyon durva kettős beszéd zajlik ebben az ügyben is. És ugyanez zajlik a gyermekek felvilágosítás, vagy érzékenyítésében, ők így hívják, ami még egyszer mondom, most már, főleg nyugaton, egy nagyon durva LMBTQ propaganda, azt ők érzékenyítésnek hívják. Ha az történik, vagy az hangzik el, amit ők akarnak hallani, az érzékenyítés, ha nem az történik, akkor szexizmus, és le kell tiltani, és macsós, és egyébként is tárgyiasítja a szereplőket, és stb. Napestig tudnám sorolni, sőt, kedvenc szófordulatuk, hogy egyeseket sérthet. De az, hogy egyébként egyeseket sérthet mondjuk egy alternatív szexuális tartalom, az nem nagyon szokta őket érdekelni. Tehát még egyszer mondom, ugyanaz a vita van, mint bármi másban. Itt most annyival nagyobb a tét, hogy a saját gyerekeinkről van szó, és amiben a kérdésben is utaltál, arra még hadd reagáljak egy rövid mondattal. Az ember a saját gyerekét maga vállalja, maga szereti a legjobban. Én szeretem az én gyerekeimet a legjobban. És én is szeretném nevelni őket, és ehhez nekem jogom van, és ezt a jogomat foggal körömmel meg fogom védeni. No. Akkor témát váltva, bár nyilván szorosan összefügg azzal, amiről eddig beszéltünk, a DK és Gyurcsány Ferenc is meghosszabbított tagja, Vadai Ágnes, azzal a remek ötlettel állt elő, hogy... Azt hittem mást fogsz mondani. Nem vagyok hajlandó reagálni erre. Azt hittem a gréci követ. Már elnézést. Szóval azzal a remek ötlettel álltak elő, hogy a papok, ha nem fedik fel a gyónási titkot, bizonyos esetekben, akkor hát akár börtönbüntetéssel is sújthatók legyenek. Ez azért nagyon izgalmas, mert ezzel azért még Rákosi Mátyás sem mert előállni a festői 50-es évek legelején. Elégedetten csettintene. Biztos, hogy megfordult a fejében, de ez annyira durva, hogy megmerni még ő sem csinálta. Viszont volt, aki megmerte csinálni, Adolf Hitlernek hívják. A náci birodalomban volt egyedül olyan, hogy a papok gyónási titokra vonatkozó jogát és az azzal kapcsolatos kötelezettségét felszámolták, mert azt mondták, hogy a harmadik birodalomnak az érdeke az erősebb érdek, mint az egyház gyónási titoktartáshoz fűződő érdeke. Tehát a DK egy tőrölmetszett náci javaslatot terjesztett 2021-ben a parlament elé, ami mögött egyébként semmi más nincs, csak a végtelen egyházgyűlöletük és az egyházi közösségekkel szembeni intoleráns magatartások, ami a mindennapokban is tapasztalható. Most ez tényleg annyival durvább, hogy ehhez már én nem tudom, mennyit kell piálni, de felvállalni a nagyvilág előtt egy olyan egyházellenes javaslatot, amely utaltál rá te is, amit még a kommunisták a legsötétebb diktatúra időszakában sem mertek beterjeszteni, ez olyan fokú indulat és egyházgyűlölet, ami szerintem a világon példátlan. Érdemes lenne egyébként kikutatni, hogy a 21. században, tehát az elmúlt 21 évben, vagy 20 évben tette bárki bárhol a világon erre vonatkozóan még javaslatot, ideértve a diktatúrákat is. Mert szerintem Vadai Ágnes és a
DK az egyedül marad ebben a kérdésben. És egyébként értelemszerűen nyilván nem fogjuk támogatni még a napirendre vételt sem, mert egy 1000 éves keresztény országban ez a provokációnak az a szintje, amit a legjobb, ha az ember annál többet, mint hogy most itt beszélünk róla, nem is foglalkozik vele. Azzal viszont azért csak foglalkozunk még egy néhány mondat elejéig, hogy ugye, zajlik ez az ellenzéki előválasztásnak nevezett bohózat. Semmilyen választásról nincsen szó, ezt azért most már lassan a sajátjaik is látják, meg tudják, csak hát belemennek a játékba. Előre megbeszélnek mindent, mindenhol, ki lép vissza, ki nem lép vissza, és a többi, és a többi. De valójában nem pusztán arról van szó, hogy a DK és Gyurcsány kevergeti itt a lapokat, és majd a végén mindenhol az fog történni, amit ők megálmodtak? Ha aktuális szeretnék lenni, ezt az előválasztósdit is el kéne rejteni a gyerekek elől, mert az ellenzék már mindenféle pózban kipróbálta egymást. Egy dolog örök, hogy mindig Gyurcsány van felül. Ez az elmúlt 6-8 évnek a tanulság. Az összképe, igen. Gyakorlatilag az előválasztás is erről szól. Hát az ember, hogyha megfelelő jókedve és humorérzéke rendelkezik, akkor könnyen se tudja magát röhögni, amikor a Jakab Péter beáll egy DK-s jelölt mellé, amikor a Bíró Lászlót újra jelölik, ugye, aki fegyverrel fenyegette a varrónőket, meg amikor a Ceglédi mögül kifarol az ellenzék, aztán a Gyurcsány meg elkezd fenyegetőzni, egészen döbbenetes. Ugye azon túl, hogy ezek állandóan magukkal vannak elfoglalva, mindig érdemes azért azon elgondolkodni, hogy ezeknek a kezébe kerülne egy ország kormányzása, akkor mi történne. Hát a Gyurcsány szerepe meg közismert, most nyilván ő nem szereti hallgatni, meg a sajtója is mindig mondja, hogy milyen unalmas ez a gyurcsányozás. Már mondtam, van erre megoldás, el kell tűnni a közéletből, és akkor nem lesz gyurcsányozás. De minek után erre nem hajlandó, azért kénytelenek vagyunk gyurcsányozni, szóval a helyzet az, hogy bárki bármit mond, aki közel van a közélethez, meg látja a parlamentben, hát most bocsánat, egy zárójelet hagy nyissak, hát a parlamentben nem ritka, amikor a Vadai Ágnes mutatja a Jobbik frakciójának, hogy hogyan kell szavazni. Tehát a DK-ból mutogatják nekik, hogy mit szavaznak meg mit nem. Hát ha egyszer maguktól nem tudják, szegények. Majd figyeljék meg. Tehát az, hogy ott a Gyurcsány irányít, az szerintem közkeletű tény, és nem mondom, hogy rendjén van, de tekinthetjük természetesnek, mert egyébként ki irányítana? Most ne bántódjanak meg, de a Smuk Erzsébet, vagy a Tordai Bence. Vagy a Tóth Bert. Igen. Vagy a Tóth Bert. Igen. Vagy a Potocskánék Körösi. Most de tényleg nem, hogy mondjam, nem... És megalakul az első Potocskánék. Ne bántódjanak meg, de hát ott van egy karakteres ember. Most az egy dolog, hogy én személyesen semmi jót nem gondolok róla, de hát mégiscsak gondoljuk már végig azt az ellenzéket. Az, hogy ő vezeti, azt tekintsük ténynek. Ebből viszont az is következik, hogy amikor ők előválasztósdit játszanak, mint ahogy a kérdés is erre irányult, akkor régóta mondjuk fél éve mondjuk, hogy benedőljenek ennek az egésznek az emberek. Hát egyébként az a szép az egészben, hogy a legjobban a saját baloldali választóikat csapják be. Azokkal hitetik el, hát nem a kormánypárti választókkal fogják lemeccselni az előválasztást, a saját szavazóikat verik át első körben, amikor azt mondják nekik, hogy majd ők dönthetnek. De hogy dönthetnek? Már tavaly ősszel eldöntötték a pártközpontok, hogy melyik körzetben melyik párt állíthat jelöltet. Az, hogy most ezt úgy érik el, hogy visszalépkednek egymás javára, vagy majd az előválasztáson a szavazást úgy irányítják, meg a kampányban majd az egyikőjük nem kampányol, a másik meg igen, majd gondolom még trükköznek a számokkal is, ahogy szoktak, ez részletkérdés. Ez már rég el van döntve, egy blöf, egy színház az egész, és éppen ezért túlzottan, én szerintem ezzel sem kell foglalkozni, a helyén kell kezelni, egy nagy becsapó show, egy nagy gyúcsán show az egész, ami az emberek átveréséről szól, a nagy átverés, így is mondhatnám. Máté, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük a jelenlétet és a megtisztelő figyelmet ott a készülékeknél. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Viszontlátásra.